Újber Feri még idén elköltözhet Magyarországról. A hírek szerint besokkalt és környezetváltozásra van szüksége. Hogy pontosan mikor megy el és a családja is követni fogja-e, azt tőle kérdezzük meg, ugyanis itt van a stúdióban Újber Feri. Jó reggelt! Jó reggelt! Szia. Jó reggelt! Elindulsz, vagy nem indulsz? Nem az, hanem hogy teljesen új most nekem ez az információ. Tehát aki engem felhívott tőletek, ő azt mondta, hogy jaj, de jó, gyere már be a Mokkába, mert hogy már rég nem voltál, és úgy érdekelne, hogy mi van veled. És most olvasom ezt a besokat, én nem értem, én nem sokaltam be, vagy nem tudom, úgy láttátok ott az elmúlt pár percet? Nagyon kedves voltál, meg jó, azért mondom, mert de miközben Dori mondta, láttam, hogy már elkezdtem most, egyébként én is olvasom az interneten, tehát ez nem tévékedő információ. Annyi minden van az interneten, persze, de hát nem azért hívtatok föl, tehát amikor felhívott a ti szerkesztőtök, akkor ő úgy hívott fel, hogy jaj, de régen voltál nálunk, gyere már. Hát de tényleg régen voltál, és megkérdezzük, hogy mi újság, mert úgy tudjuk, minden a legnagyobb rendben. Ja, nem, hát azt majd meglátjuk, hogy elmegyek-e, az még az legyen, az a jövő dolga. De volt egy ilyen gondolatod? Nekem mindig van gondolatom, hogy ugye már volt ilyen, hogy máshol éltél éveken, Londonban voltál éveken keresztül. És hát most és megint megfogalmazódott benned, vagy nem fogalmazódott? Vagy ez csak egy kacsahír, akkor tisztázzuk ezt, hogy el szeretnél menni, vagy nem szeretnél elmenni? Én nem szeretnék elmenni, de el kell mennem. Ja, el kell mennem. Na, ez az, hogy de miért kell elmenned? És hogy akkor hova, és de tényleg miért? Mert nagyon sok dolgom lesz az elkövetkezendő időben. Szerintem. És légy szíves, bocsi. Elmentem. Hát hogy mondjam, a legfontosabb pillanat. A hangod ment. Nem véletlen. Majd mindjárt megértitek. Azért lesz nagyon sok dolgom, mert kitaláltam valamit, és szerintem az elkövetkező 10-20 évben erről fog szólni a világ. Úgyhogy én szerintem most itt, akik itt vannak még így a vendégek, szerintem az lesz, hogy ők szerintem lassan hazamennek. Vagy nem tudom, ma bejönnek, és akkor majd erről fogtok beszélni. De mit találtál? Na, de szerintem akkor legyen ős bemutatója ennek a dolognak. Legyen ős bemutatója. Már itt feldobtad a labdát, hogy csináljuk, miről van meg, ez szó. Csináljuk meg, jó? Hajrá, kezdhetjük? Próbáljuk meg. Köszönöm. Négy percünk van, hogyha ez elég. Abszolút okay. Négy percben is álltom majd, sőt, egy perc. Na, kezdjük. Ez most egyre jobban érdekel. Jó. Azt állítom, hogy Jézus színész volt. Aha. De nem ő halt meg, hanem egy 10 éves kisfiú. Mármint, hogy a kereszten? A kereszt, ami azzá vált. Csak senki nem jött rá. Mert hogy azért gondolom, látod, hogy ezek a Krisztus ábrázolások egy ilyen 33 év körüli férfit tévedés. Egy 33 éves színészt, Koras Tóth Andrását ábrázolja, aki nagyon-nagyon híres színész volt, és egy nagyon híres előadásban ő játszotta Jézust. És ezeket, hogy jöttél erre rá, vagy ezek hogy jönnek neked? Ez egy flash, sugallat, vagy egy kutatás eredménye? Semmiféle sugallat, nem, végig figyeltem az életemet, mióta megszülettem. Nulla éves korom óta figyelek mindent és mindenkit. De és milyen következtetést vontál le? Mondjuk a saját életet. Mondom most, látod, hogy ezt mondom, hogy amiről eddig a világ beszélt, tévedés. Jézust nem feszítették meg a kereszten, baleset volt, véletlen volt. Egy 10 éves kisfiú halt meg, és erről beszél az egész világ. Azért mondom, hogy innentől kezdve nekem nagyon sok dolgom lesz, mert ez, amikor ez az anyag, ez megsokszorozódik, ezt megosztják, a sok hülye, már én hülye, aki majd mondja rólam, az erre kíváncsi lesz, még három műsorba behívnak, aztán utána el kell mennem külföldre, ott kell erről beszélnem, szóval elég bonyász lesz, de azt mondom neked, hogy ha megértitek azt, amiről beszélek, akkor megértetek mindent. Na de azt már megértettük, hogy mit állítasz. Igen. De akkor mit kell megérteni abban, amit még beszélsz hozzá? Tehát van még várjál, mert négy percünk van. Ferikém, tudom, hát világos. Tudtam, hogy nem lesz négy perc, csak mondom. Szóval, hogy mit kell még megérteni ebben a tekintetben? Tehát állítasz valamit, tudósok állítanak valamit, Biblia állít valamit, a művészet állít valamit. Baleset volt. Oké, értem, hogy ezt mondod, hogy baleset volt, de hogy ennek milyen következményei lehetnek a mai világra nézve, ezt mondd már megtörtént akkor. A következménye, szerintem megtörtént az a megváltás, amiről tegnap, vasárnap, nagyon-nagyon fontos nap volt. Ma van szerintem az igazi húsvét hétfő, gyönyörű nap van. Az emberek olyan szép dolgokat csinálnak, hogy ma életemben először beszélgetni kezdtem a taxisofőrrel, itt vagytok ilyen kedves emberek, az első napja a hölgynek. Elég én is kedves voltam, amikor bejöttél, nem? Iszonyú kedves, én nagyon szeretem. Na de várj, ezek szerint tegnap feszítették keresztre ezt a kisfiút annak idején? Nem feszítették keresztre. Hanem baleset történt. Baleset történt. Miféle baleset?
a Facebook posztjaid is ennek a kvázi megvilágosodásnak. Nincs megvilágosodás. Nem nincs megvilágosodás. Megérted a dolgokat, összerakod. Mikor érthetjük meg? Amikor elmagyarázom, de itt van már mindenhol, értitek? Szerintem minden szimbólumban, minden magyar népmesében. Erről fogsz írni? Hát azt gondolom, hogy szerintem jobb lesz, ha beszélek. Az írás az egy ilyen kő. Most nagyon titokzatos vagy. Nem vagyok titokzatos, én csak azt mondom, hogy 4 percünk van, vagy talán 5-6, én nem akarok a szerkesztő életébe. Már csak 2 szerintem. Hát akkor csak 2, mert el tudnám most mesélni az egész történetet, hogy hogy történt, elég borzalmas sztori, de azt mondom, majd akkor egy másik műsorban, amikor behívtok, akkor elmondom az egészet pontosan, hogy zajlott az utolsó pillanatig. Tehát az a lényeg, hogy nem Jézus halt meg, hanem egy 10 éves kisfiú, de a világ azt gondolja, hogy annak idején ez a színész, aki Jézus volt, ő halt meg a kereszten, de nem, mégsem a kereszten nem, halt meg. A világ azért hiszi azt, mert mendemondák útján. Tehát akkoriban nem voltak újságok, nem voltak Wikipédia, nem volt semmi. Az embereket, mindent, amit hallottak, azt a szóbeszéd útján hallották. Beszéltek valamiről, beszéltek arról, hogy meghalt Jézus, tehát a Jézust játszó, aki folyamatosan Jézust játszott a színész. Persze nem ez volt a neve, ez a művész neve, mindig ő volt Jézus. Ez mióta foglalkoztat téged egyébként ez az egész gondolatmenet? Ez mióta építed magadban? 0 éves korom óta, amióta megszülettem. De miért nem beszéltél róla még soha? Én folyamatosan beszélek, én egyfolytában üvöltök, és mindig mindenki butának néz. Én szerintem tökre normális dolgokról arra beszélek. Arra fel vagy készülve, hogy mondjam, elég sok embernek a hitbéli meggyőződésével ez ellentétes, és meg fogod őket bántani? Szerintem nem, mert mondom, mivel vége az adásnak, ezért nem tudom elmondani, hogy mi történt pontosan. Úgyhogy szerintem majd lesz majd egy másik beszélgetés, ahol ezt pontosan el lehet majd mondani nyugodt körülmények között, úgyhogy se előttem, se mögöttem, nincs senki. Esetleg majd itt ül még a Jósi is. De ettől függetlenül elindíthatjuk a részleteket, majd szólnak a fülükre, hogy most álljunk le, akkor legfeljebb abba hagyjuk. Szóval, hogy akkor hogy halt meg az a kisfiú? És akkor Jézus színészkedett tovább a te elméletet? Óriási előadás szerint volt, hatalmas, hatalmas reveláció, kb. Most, mint amit az Alföldi Robi készül rendezni, Passió, egy gyönyörű. Az nagyon jó lesz, igen. Az biztos, hogy nagyon jó lesz, csak hát nem passzol. De mindegy, szóval a lényeg az, hogy óriási előadás volt. Kor a legnagyobb rendezője rendezte, mindent kitalált már, ami létezik. Szögezzük le, hogy akkoriban nagyon fejlett volt a technika, már olyan értelme, a kora technika. Tehát az, amikor tudtak, gépek süllyedtek, emelkedtek, azért gondolt bele, hogy azért piramisokat építettek. Szóval... És akkor ott történt a baleset. Egy óriási előadás volt, egy hatalmas, és először a világon kitalálták azt, hogy ugye mindig az volt, hogy mi Jézust megfesztük a szakállas, érted, ott sírt a kereszten, meg nem tudom, ott van az, tehát eljátszották előre az egész misztérium játékot, de most először, ugye már sokkal-sokat laz volt a Római Birodalom, tehát lehetett viccelni, úgymond ők voltak a legvidámabb barak, és elkezdtek ott hülyéskedni. Beszéltek, és csinált a botrány rendező egy óriási előadást, amiben különböző szerkezetekkel megbeszélték, hogy amiközben... Na mondd ki, és ott történt a baleset, csak igen, azért, mert lejár az időnk. És így kezdődött. Nem úgy kezdődött, mondom, hogy kezdődött. Kisfiút engedték föntről le. Elvileg szárnya volt, mint Ikarosznak. De mivel nem bírta el a kis keze, ezért megtámasztották egy gerendával. Csak hát nem tudom másképp magyarázni. Megtámasztották egy gerendával a hátát, amiben hátul egy luk volt fúrva. Középen pedig lent, amire eresztették rá, egy oszlop, egy karó. És innen fogjuk innen el tudjuk képzelni, folytatjuk innen, Ferikém. Én akkor majd menjünk el egyet sörözni, jó? Mert engem érdekel továbbra is ez a téma. Babát, köszönjük, én nagyon köszönöm, hogy itt voltam. Köszönjük, hogy itt voltam. Eljöttél.